Az ígért Wyszynszky bíboros életét bemutató kötettel várom már itt Önöket. Itt van velem a stúdióban Joanna Urbanska, Lengyel Intézet igazgatónője. Szeretettel köszöntelek. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Június 20-a volt a dátuma ennek a kötetnek a bemutatójának. Beszéljünk még mielőtt a tartalmáról elmegyünk a kötetnek, magáról az eseményről. Maga a könyv, ami nagyon különleges kötet, mert mondhatnám, hogy első ilyen monografikus feldolgozás Magyarországon, amely Wyszynszky bíboros életét és munkásságát mutatja be. Lengyelországban készült a Nemzeti Emlékezet Intézetében, és amikor megláttuk, hogy milyen csodás mű született, akkor rögtön megkértük, hogy magyar verziója is legyen, és így is készült ez a gyönyörű könyv a Budapesti Lengyel Intézet és a kiváló partnerünk, vagyis a Nemzeti Emlékezet Bizottsága gondozásában, de természetesen a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete és a Solidea kiadó együttműködésében, mert ők kezdeményezték az eredeti változatát ennek a könyvnek lengyelül, méghozzá három kiváló szerző tollából született ez a monografikus kiadvány. Rafa Watka, a Nemzeti Emlékezet Intézetének a munkatársa, egy kiváló történész. Beata Mackiewicz, a fent említett Solidea kiadónak, könyvkiadónak, de részben ez egy ilyen Wyszynszky kutató intézet is, egy ilyen nagyon érdekes szervezet, amely pont arra hivatott, hogy kutassa a bíboros életét, munkásságát, ő volt a második szerző, és még természetesen egy egyházi személy, Dominik Zamyatova atya, aki egy híres egyetemi professzor, úgyhogy nagyon érdekes, de egyben olvasmányos könyv született, amely Dióhéjban milyen módon mutatja Wyszynszky bíboros életét, munkát. Fejezetetre tagolva mutatja a bíboros élet útjának legfontos állomásai. Természetesen a gyerekkorától kezdve egészen a munkásságának meg koronázásaként tekinthető ilyen nagy társadalmi kezdeményezésekhez, mert az ő neve, vagy az ő nevéhez fűződnek a legfontosabb ilyen társadalmi akciók Lengyelországban, amelyeknek köszönhetően a kommunista rezsim idején nem csak hogy sikerült megmenteni a lengyel társadalom, a lengyel nemzet lelkét, de még valamilyen szinten biztosítani a katolikus egyház működését, ami pokolyan nehéz volt, és ahogy tudjuk, Wyszynszky bíboros és börtönbe internálásra készült emiatt, amikor már úgy vélte, hogy tovább nem lehet kompromisszumot kötni a hatossággal. Bemutatja a kötet, vagy van szó a kötetben arról az időszakról, amikor is a második világháború idején ugye föld alatti lengyel oktatás és iskola hálózat. Minden fontos állomás található benne. Nagyon fontos, hogy Wyszynszky bíboros mind a két totalitarizmussal harcolt, még nagyon tevékenyen és aktívan. Viszont, ami érdekes, ő nem volt az a tipikus, stereotípiás lengyel, aki romantikus természetű és hajlandó az utolsó csebvérig folytatni a küzdelmet, hanem nagyon pragmatikus politikus volt. És emiatt is, amikor úgy vélte, hogy itt a nemzet megmaradása a tét, és ha tovább folytatjuk a reménytelen harcot, akkor mind meghalunk. Volt egy halálra ítélt generációnk, amely tulajdonképpen a második világháború alatt megszűnt. A legjobbak, a legbátrabbak, és ő úgy látta, hogy ezt meg kell szüntetni azonnal, és rögtön valamilyen szinten megállapodni a kommunistákkal, és túlélni azt a poklot. Nagyon okosan, nagyon ravaszan, és ezt sikerült neki, bár akkoriban nem népszerű döntés volt,
mert hiszen valamilyen szinten a kisebbik, az úgynevezett kisebbik rasszot kellett választani, de úgy látta, hogy valamilyen kompromisszumot mindenképpen kell kötni annak érdekében, hogy megmaradjon, fizikailag megmaradjon a nemzet, mert nem lesz értelme, ha mint meghalunk, és csak kalabaránsok és hazaárulok maradnak. Az ilyen jellegű döntéshozások kapcsán megélt lelki vívódásairól, ennek az egész életútnak a lelki oldaláról olvashatunk-e a könyvben? Természetesen, de nagyon újszerű szempontból, mivel a szerzők eddig ismeretlen forrásokhoz is jutottak el, úgyhogy dokumentumok és más források alapján sikerült nekik kicsit más szempontból is elemezni a primás életét és életművét. Szerintem bátran mondhatjuk el minden területen, és ami nem elhanyagolható, hogy ő kiváló lelkipásztor volt. És de, tanár. És tanár, igen, de tanár minden területen, leginkább a társadalmi szinten, mert úgy tudta megfogalmazni a legalapvetőbb evangéliumi tanokat, hogy ezek érthetőek legyenek mindenki számára. Ilyen legegyszerűbb szinten, itt elsősorban az úgynevezett társadalmi szeretet hadjáratra gondolok. Ez egy ilyen kezdeményezés volt. Igen, ez egy ilyen kezdeményezés volt, amely 10 pontban fogalmazta meg az evangéliumi tanokat, mert természetesen a Bibliából merített leginkább, de olyan könnyű és érthető, vagy könnyen elfogadható és érthető módon, hogy ez egy ilyen társadalmi program lett. Megvan nálam ez a 10 pont, most nem tudom, mennyire lesz idő ebből idézni. Kérlek, de talán az összeset. Talán nem az összeset, de a fő pontokat. Az első és az utolsó, szerintem, és amik a kettő között van, ez csak kiegészíti ezt a 2 pontot. Az első úgy szól, hogy tisztelj minden embert, mert Krisztus jelen van benne, légy megértő másokkal, ők a te testvéreid, és utána nagyon részletesen leírja, hogy ez milyen hétköznapi élet szituációkban mutatkozik meg, hogy egyszerűen szeretettel és jó indulattal, türelemmel legyünk egymással, és ez legyen az alapvető bánásmódunk. És az utolsó, ami a többinek a megkoronázása, imádkozz mindenkiért, még ellenségedet ért is. Úgyhogy ez egy ilyen könnyűnek tűnő program, de nyilván mindenkinek az életében kellene megvalósítani. És akkor jobb lenne a világ. Ez egy ilyen, pont ilyen jellegű kezdeményezés volt, hogy magunkból indulva változtassuk meg a környezetünket, a valóságunkat, ami kibírhatatlan volt, elviselhetetlen volt, mind a két rezsim, mind a náci, mind a kommunista, a két borzasztó, embertelen, gyilkos rendszer, és ő nyilván a Bibliából merítve, és az evangéliumi tanakra építve ezeket a pontokat, kézmegoldást adott nekünk a kezünkbe, ami nem vesztette el aktualitását, és mai napon is, mint a lengyel, mint a magyar társadalom vonatkozásában, szerintem csodákra képes lenne, ha minden ember követné ezeket a pontokat. Ez így van. Egy kérdésben engedd meg, hogy beszéljünk egy picit a boldog avatásáról, és hogy ez mit jelentett a lengyel nemzet számára? Egyrészt, és mindenek előtt természetesen óriási örömöt, és a háttérben volt azért egy ilyen a végre, egy ilyen kis érzés. Mi is ugyanígy vagyunk a mindszerti párhuzamosan, párhuzamosan kicsit rontott az örömünket az, hogy
Mincenti Biboros kimaradt ebből az ünnepségből, mert mi úgy képzeltük, hogy egyszer. Főként, ha már itt járt a pápa, hogy a legcsodálatosabb lenne, ha mindketten részesülnének ebben a megtiszteltetésben, és akkor lesz teljes a boldogságunk, ha Mincenti primás, és hát ha őt is, vagyis az ő érdemeit is hivatalosan elismerik, mert ahogy tudjuk, maga a tisztelet, ez nagyon élénk, mint Lengyelországban, mint főként Magyarországon, de még hiányzik az, hogy egy most csoda. Őt is boldoggá avassa maga a pápa, illetve a romai katolikus egyház magas rangú hierarchiai. Köszönöm a szavaidat, és hogy Mincenti Biborost is megemlítetted, hogy visszatérve a kötetre, hogyan lehet hozzájutni ehhez a kötethez, hogyha valaki szeretné elolvasni a tartalmát, amit most remélem, hogy jól beharangoztunk. Hát remélem is, hogy sok érdeklődő lesz. Most az a szerencsés eset, hogy mivel a Nemzeti Emlékezet Bizottságával együtt adtuk ki, akkor boltban is kapható. Ritka eset, viszont természetesen nálunk ingyen is lehet hozzájutni mindenféle vetélkedő, vagy más olyan nyereményjáték útján, amit rendszeresen szoktunk szervezni, úgyhogy mi nem fogjuk eladni, mi ingyen fogjuk osztogatni, de aki esetleg más lehetőséggel szeretne élni és megvenni, akkor bőven lesz le alkalma, mert boltokban is kapható a kötet. Ezt még mi is elmondjuk a nézőknek, hogyha hívnak minket, de egyébként a Lengyel Intézet honlapját is érdemes látogatni, ugye? És mindenképpen, ezt mindenképpen, ahogy állom, és nagy szeretettel várunk mindenkit a Lengyel Intézetben nyáron is lesznek érdekes programaink. Na és nem utolsó sorban lehet bejönni akár egy beszélgetésre, és talán Vöszinszky Biborosról is néhány szót váltani, mert jönnek az emberek, és a legnagyobb örömömre én tapasztalom nap, mint nap, hogy tényleg egy ismert személyiség, és most még részletesebben lehet az ő életét megismerni. Na hát remélem, minél többen mennek majd, és érdeklődnek a kötetről. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.